Fülöp János 2005 óta vezeti Faddot, most azonban elérkezettnek látta az időt arra, hogy végleg nyugdíjba vonuljon, és átadja a helyet a fiatalabb korosztálynak. Arra, hogy ezt a mandátuma lejárta előtt tegye meg, egészségi állapota késztette. 14-ben volt egy csecsemői daganat műtétem, szóta hál' Istennek nem volt gond, de tavaly májusban újabb daganatot találtak, és elindult egy kemoterápiás kezelés. Hál' Istennek különösebben nagy mellékhatása nincsen, de én azt gondoltam, hogy az országgyűlési választások egy idővel meg tudjuk tartani a polgármester választást is, és azt terveztem, hogy január végén nyugdíjba megyek. A fennálló veszélyhelyzet azonban ezt nem tette lehetővé, sem pedig azt, hogy helyhatósági választásokat tartsanak. Így Fülöp János abban reménykedik, hogy május végén ezt feloldják, és ő június 1-ével nyugdíjba mehet. Onnantól számított minimum 70, maximum 90 nap múlva, vagyis nagyjából augusztus közepén meg lehet tartani az időközi választásokat. Van három jelölt, egyet kértem én föl, Kesőre Erzsébet, a danyagondnokunk, amikor aztán nem igen volt jelentkező, akkor én azt gondoltam, hogy neki ez egy biztos nagy kihívás lesz, és mivel ismerem egy nyílt egyenes ember, én azt gondolom, hogy alkalmas erre. Ifjú Tanács Géza is közben bejelentkezett, és Bordács József, ő 2 éve költözött Fadra, Paksról, ő is bejelentette. A polgármester mindenben támogatja és segíti a jelölteket, és minden információt a rendelkezésükre bocsát, hogy minél jobb programot tudjanak írni az augusztusi választásra.